Nos, hát szervusztok, sok szeretettel üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Let's Level És nézzük, hogy Rise jobb-e így, mint ahogy benne van a játékban. Now, this game's heating up. ő a pokolból jutott a mennybe, tehát először bejött, szenny, megkapta a márki azt, hogy most már három permanent tölt vissza, mindenki rá játszik, aztán jött <laughs> még egy pecs, így most már így, így visszaállt ilyen normál, normál módra. De sikerült most sikerült nem... balanszolni? Most megint senki nem játszik. Most a többi lap lett igazából, mások lettek erősebb, de... de, benne van a játékban. Sikerült úgy megcsinálni, hogy ennyi, kompetens champ legyen. Mi is csináltunk vele egy kompetens dökket, nem emlékszem? <laughs> Igen. <laughs> Na nézzük, van hozzá egy új keyword is, Rune Mark. When you cast this spell on full spell mana, accelerate it. Oké. Okay. Ugye az egyszerre accelerate mit jelent? Ugye ha burst fel, vagy bocsánat, ha fast, akkor feltolja a burst -t. Ha slow, pedig fast pedig fast al, akkor fast, áll. Áll, így van, így van. felgyorsítja szó szerint. Ez a, ja de hát origin, champ lesz, mi az origin -je? The rune mage. Ha a rise -a van, akkor a rune mark spellek egyel kerülnek, és bármilyen rummát lapot belerakhatsz a dekkedbe. Ez alapból elég erősen hangzik. ez már most nagyon erősen hangzik, de hát nézzük meg. Hozzáteszem itt a Power Ranger kárdártnál, ami a játékban van, azért ez jobban néz ki. Vagy nem, nak van Power Ranger kárdártja, tehát Igen. Oda csak rázis, olyan, de rá, olyan sima rá, rá, lett a feje, hogy mintha izé sisak lenne. Meg a, a, ahogy megnyeri a meccset, a szörnyű. Ja. Az a három másodperc cigivel együtt. Igen, igen. Na, szóval Rise ott ül. Nem miért ne végül is mana, mana champ? Mana champ, oké, okay, tehát Rise a négy 4 mana 3-as 4 Origin the Rune Mage, azt már Igen, tudjuk, hogy micsoda. Azt, azt nem az, hogy kör elején csinálnak neked el egy overloadot a kezedbe, oké, okay, hogyha kiátszol egy spellt, ami 3 plusz manába kerül, uh, akkor Rune Markot grantel, tehát Rune Markot ad Igen. egy random spellnek a kezedbe. Igen, ami már, tehát egyel olcsóbb Hogyha kiátszol egy spellt, ami 6 plusz manába kerül, akkor csinál egy Rune a kezedbe. Hú! Okay, ez Jace luxhoz egész hasznos lehet. Ja, és ez akkor megint hosszú alatt, volt. Hogyha kijátszottál öt darab spelt, amin rune mark van. Oké, okay, felolvastam, de fel sem fogtam, hogy mit csinál. Tehát a lényege, hogy a kör elején kapsz egy overloadot, azt majd mindjárt megnézzük, hogy micsoda. Igen. Ha kijátszol egy spelt, ami 3 plusz mana, akkor a random, akkor a random spellnek a kezedben ad rune markot. Ugye az originet kapcsán az egyen olcsóbb lesz. Igen. És ha hatos vagy annál nagyobb spelt játszol, akkor pedig Room Prison csinált kezedbe, amit megint mindjárt megnézzünk, hogy micsoda. Jó, rendben. Csökkenti a kezedben lévő lapoknak a kosztját, és csinál neked lapokat. Oké. Okay. Na, öt, öt darab runemark fel spell vagy lap után kijátszás után level uppol, már spell kap, ez mondjuk egyezik a játékban lévővel, level uppon spell továbbra is overloadot csinál, továbbra is ad runemarkot. Viszont most már nem kell hozzá, hogy három pluszos legyen, hanem amikor any spell elkasztolsz, akkor kap roommarkot egy random spell a kezedbe, hogyha két spell-t elkasztoltál roommarkkal, egy körön belül, akkor roomprizen kap, tehát ide meg már nem kell, hogy hat kosztú legyen. Jé, csak, ke két, csak, kettő spell kell kijátszani hozzá. és minden, igen, igen, egy körben két spell, és minden roommarkos spellnek további egyet csökkenti a kosztját. Tehát mindenet kettővel olcsóbb lesz, és... Jézusom. Hát nem mindened minden, minden már spellet, de igen, mert azt meg folyamatosan adogatott neki, akárhányszor kijátszol egy runemark spellt. Szóval, hogy ezt tudod pörgetni folyamatosan. Oké, okay, a kardát már sokkal broken -e, mint mint mi játékban van, hozzáteszem, ezt sokkal igen. szívesebben látnám már a játékban. A, igen. Lap, a lap sokkal jobban néz ki, és eléggé brok, amit csináltál hozzá Benji, ha jól látom, te készített lapot. Ez egy elég, elég összetett mechanika, amúgy. Uh, jó, ja. nézzük meg a lapokat, a többi lapot, ami hozzá Amit van. Fine. Overload. Azt mondja, deal 2 to an enemy, increase the damage when you play a spell with roommark by one. Na, oké, okay. több broken. Igen, tehát ezt azt mondom, hogy akkor rendben van, ez négy van a fastba kerül, tehát burst lesz, mert ugye Ha Full spell játszott ha, ki. Ha igen. full spell játszott ki, és hát mondjuk. Hmm. és permanensen nő minden roommark kiátszás. Tehát után ez ott, ott van a kezedbe, nem fleetingként csinálja, mm -hmm. és. Szépen burstba tudod kiosztani Aha. a következő körtől a pármenyi damage-et. És helével állapod, minden körben csinál egyet. Oké, okay, rendben van. <laughs> Igen, Rune Prison. 8 mana slow, oké. Okay. Ja, és két mana lesz, mert ugye elével apolva már kettőbe csökkent, a Rune Mark part. Stun all attacking enemies and deal them one. Reduce my cost when you play a spell with Rune mark by one. Oké, okay, jó, tehát folyamatosan ez is mehet lejjebb, 8 manába kerül, ugye, és ez úgy elég szarul hangzik így elsőre, hogy ugye attacking enemies, Igen. Stun all szlóba, mert Igen, semmi értelme. Igen, de ugye ezt a légy, tehát full nem vagy. Így van, de viszont ennek az az értelme, hogy akkor viszont tök jó, megfogsz egy full atakot, bármilyen atakot, viszont öö, nem használhatsz ki semmit abban a körben, addig, ameddig ez meg nem történik, legalábbis spámanából. Jó, tehát ugye nem ja. rakod, tehát ugye meg akarod fogni azt az atakot ezzel a lappal, úgyhogy tudod, hogy az ellenfelednek nincs dinája, mert mondjuk demáciát játszik Aha. only, akkor fogod szépen, ülsz a kis lapodon, megvárod, hogy behúz az atakot, és utána kijátszod ezt a spell full spell manánt. Ja, igen, bár mondjuk hozzá kell hogy nem teljesen veszed el azt a körödet, mert ha ha már azért lépgénbe vagy ilyen 7 80 a fel, akkor még utána tudsz mit csinálni. Semmit nem vesztesz el abban a körben. Ez, ez 7 hét man manáért fogod hat. tudni kijátszani. Ha lévő lapot rájött. Ha semmit nem fogsz elveszteni, csak annyi, Sőt, hogy hogy manával kell ülnöd addig. Ugye még csökkenhet is simán, hogyha már játszottál. Mert csak tál, akkor tehát... acceleríteni, hogyha full spellmanám vagy. Tehát ez azt jelenti, hogy meg kell várnod mindenképp spellmanával. Azt, igen, amíg, igen, fel, amíg, amíg nem húzza be az atakot. Ez így van, ez így van. De ja, ez. Ez broken. Igen. Rise Arcane Mastery. Fast, azt mondja, manifest a spell and grant it rune Create a rise in your deck. Oké, okay. azt mondja, tehát manifest -e egy spell, tehát bármilyen spell és instant rune ad neki, instant egyel vagy kettővel olcsóbb függő, attól a függően, 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 hogy rise hogy aha. áll. Fú, hát ezt, ezt egyes kettes spellekkel olyan szinten gyorsan meg lehet tolni azt, hogy... Szerap azt, hogy mellett ez mit művel? Meg, meg, mindennel. Igazából, Igazából nem is kell bele semmi, csak ez az egy overload lap. De most komolyan, ezt elég ezt megcsinálod, és ha, ribla, ha tudtad level up rá ezt, amihez még csak nem is kell, hogy ezeket a lapokat megkapd, hanem elég, hogy 5 darab Brummer spell kijátszol level és onnantól kezdve minden egyes spell után a körben, jó körönként egyszer, de kapsz egy overloadot, ami permanensen nő attól, hogy ezt megkapod. Mikráznak az alapstatjai, mutasd. 3-as, 4-es, Hmm, így van a 3-4, jó, nem egy eltüntetetlen csemp, azért hozzá teszem, mert nagyon erős az abjét, amit csinál, viszont ezt szintén megint csak júniában tudom akár elképzelni, mert ez tök jó kontroll deckben tudod játszani, viszont ha, olyan régi, tehát ha nem olyan régióval játszod együtt, ami mint például Ionia, ahol tényleg meg tudod védeni ezt a lapot, mert ő itt viszont szerintem még erősebb Benji, mint a mostani játékban lévő verziójában, hozzá teszem, akkor, akkor nem tud, igazán tudsz mit csinálni, úgyhogy hirtelen nekem csak Ionia jut eszembe, amivel jól lehetne. Targon, Bundle is meg tudja védeni, mert van benne Spell Shield. Meg van benne Diná is, de... Van benne Diná is. Nem tudom, hogy érdemesebb lenne el, mint a... Hát nem tudom. Mint iúnia. Ionia. és is pofonok, én erre azt mondom, mert egyik se kell, arra, ahogy meg tudod védeni. Ha, ha éppen nem, ha a Vengeance fölmegy vissza 7 manára, és senki nem fogja játszani, akkor nyugodtan játszhatod feljordal is, mert bőven elég neki, hogy HP-t tudsz adni. Igen, igen, igen. Szintén igen, igen. nulla manáért, mert Rumárkot csinál az összes troll -csentetből. Igen, na nézzük még a hozzátartozó lapokat, mert jött egy pár, ha jól láttam. Sessiás, Prophet. Három surima. Kettő, kettő. 2-2 és Grant Room Mark to a lowest cost spell in your hand, if it's already has it, refill one spell mana. Mm. Mm. Ehm... E nem rossz az ability je csak nem értem, a, ha van már neki, akkor refill van spell mana, akkor csökkentse a kosztját inkább egyen, mert így... Az, tehát miért játszanám ki ezt a lapot akkor, hogyha a legolcsóbb lapomnak már rummárkja van? Hát Semmi azért egy, egy, egy test is visszatöltesz egy spell manát, de három manája nekem az egy kicsit sok, amúgy két manája nekem az alap jobban tett szerep, három manája nekem ez, nekem ez annyira nem. Igen, Forest Guardian. Forest Guardian azt mondja, a tune manifest a rune mark spell with you, play, micsoda? What you Ami play. Amit kijátszottál, mert abból csinál egy rune Mint a Mimik. Tudod? 5 mana 4, 5 stat. Hmm. Bundle City Union, tessék. Bundle City Union azt mondja, 5 mana, 5 mana 4, 5 stat, alapból visszatölt 1 plusz manát, úgyhogy ha úgy nézzük egy spell manát visszatölt, akkor legyen mondjuk 4 mana 4, 5, az annyira nem rossz test, és igazából visszaad neked egy run már spellt, ami viszont ha Valent Rise már alapból olcsóbb lesz, a level upod kettővel olcsóbb lesz. Igen, ha már megvan az engine tehát ha már a Rise, esetleg level upolt, akkor ez alap mellé, úgyhogy Rise 4 mana, ezt ledurrantod ilyen 6. körbe, 4-5-ös tested van, és mellette még ott már tudod pörgetni a dögivel. Igen, 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 bármikor szerintem itt eddig sem volt probléma a felbogi pörgetéssel. Nem, nem, valóban nem. De nézzük, mit csinál a Runesicker. Amúgy rune ezek a szíker... is, gyerekek, ezek kurva jól néznek Igen, ki. ez kurva, ez olyan, mintha Luxizé valami feljordiba átigazolt volna. Igen, igen. Na, Runesicker, két mana, egyes, hármas. Give rune, már Micsoda, a már two spells in your hand this round. Aha, tehát ez meg két manája, de csak Disround wow. this round Oké, okay, ez alap is király, ez az alap, amit nem biztos, hogy early játszok ki, ha csak éppen nincsen szükséged plusz kontrollra, igen. vagy nem akarod pörgetni, mert a, a, tehát a rise level ot ezzel lehet a legjobban pörgetni talán az elején, ha az ilyen 1-es, 2, 2, -2, -2 megkapják, igen. Megkapják ezt, úgyhogy... Uh... Igen, viszont level upot rise mellé is nagyon jó létgénben amúgy. Igen, 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 igen. Mert én két már -e két lapot kettővel olcsóbbá tesz. Jó, oké, okay, ezt a lapot is teljesen aprúvolom elég broke. Rune cover enchanter, na nézzük, van a demácia, 2-es, 3-as alapból spell shield lap, oké, ez ami engine lap lesz. minden körben az első alkalom, amikor kiátszol egy lapot uh, rune csinál neked egy fleeting copy a kezedbe. Persze! Persze! Hát, kérlek, szépen, szépen vitt fel a rune Nem is a rune prisonre, hanem a... Az overloadra. Azt mondja, hogy deal to 12 increase. Jó, tehát ha ezen van egy rune még, bocsánat, még egy dolgot tudok elképzelni, hogy ez nem permanensen az összeset, mert nem everywhere, hanem csak azt, ami a kezedben van. Ez csak az, ami a kezedben van, de akkor tök egy, egy picit balanszoltam, mint ahogy én képzeltem el. Egy fokkal balanszoltam, igen, igen, várhatóan nem igen. Nem sokkal. De ettől függetlenül mindig meg tudod azt csinálni, hogy mondjuk most képzeld el a helyzetet, ott van mondjuk már, már alapból valamivel felkokszolt mondjuk egy, egy 10-8-as trindamér, vagy 10-12-es trindamér, neked ott van az a szar a kezedben, ott ül, felmanám vagy, bőrzbe kihúzol mondjuk 10 damage aztán így egy izét a következővel, ami kezedbe kerül, az a fogad, és aki így, így ráköpsz. Ja, főleg, hogy majdnem, hogy ingyen csinálod ezt. Igen. Sőt, ha mondom, ha Serafinnal játszod, akkor meg is duplázod. Akkor meg is tudod akár malatt. duplázni, így van, uh -huh. így van. Akkor ki is nyírod. A, a izét nem lévő a rindát is. Igen. <laughs> Börzbe. Király. Ó, jó, hát a mechanika kurvára tetszik, szerintem sokkal jobb, mint az a Landmarkos szar, ami most van bent amúgy. De van rajta balanszolni való. Úgy érzem. A, egy kis átalakításra szorul, amúgy egyáltalán nem rossz szerintem. Tehát ma, maga az egész koncepció egész jó, amúgy nem is tűnik annyira, annyira nagyon-nagyon-nagyon kegyetlenül brokernek, broknek tűnik, de ettől függetlenül egy pici hozzányúlásra szerintem ez egy teljesen valid játszható már. Kéne, lenne. kéne nekem valamiért mindig ez a mani, hogy ellene mechanikát csinálnék, amikor valami nagyon broken. Kellene valami olyan ellene, ilyen manát lop el. Egy kis Most mana Aha. Benji mostanság csinált egy, egy mechanikát, azt hiszem, ami valami mana, mana evő, vagy ilyesmi. Na és egy, csak egy spellmanát elvesz, és már nincs accelerated. Aha. Akkor, már, akkor már, 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 meg, az, az, a spellmanát, ha elszeret tőle, azt megérzi. Aha. Tehát, hogy még a, még a, még a, ugye saját manádat pusztítod el a max manádat a, a lapokkal, de hogy valami olyat már egyébként is gondoltam rajta, hogy kéne, hogy az nmi lopod el. Vagy olyat kéne csinálni, hogy mondjuk a surimának ez nem fáj. Mert például azt, nem értem, hogy ott van olyan lap, ami arra megy, hogy akkor killel, ha kevesebb manád van, akkor történik dolog, ha kevesebb manád van. Az nincs kidolgozva, az az elindult. Igen, az nincs kidolgozva, tehát például itt is lehetnének olyanok, hogy mit tudom én, úgy pusztítod el mondjuk egy saját manádat, hogy cserébe mondjuk az ellenfelettől ellenfelet is elpusztítod Aha, Igen, tehát igen. van, a, mit tudom én, slow, destroy, destroy one of your ja, az igen. is a rempet tönkre tenni a egy, csomó mindent meg tudna szopatni, meg vissza. Az egy nagyon nehezen játszható mechanika amúgy, viszont hogy kapna egy pár support lapot, amúgy szerintem vállalható lenne. Igen, igen, na és az tök jó lenne rise hogy a metába amúgy ne legyen ennyire broken. Igen, mert, mert lenne rá counter. Mert, meg folyamatosan, mert igazából, ha jó agróval játszod amúgy a mana destroy, akkor az meg lehet csinálni, hogy te pakolod az egyes es lapokat, amik ütnek, az ellenfeledben nem tud lapot rakni, mert nincs manája. Igen. Alien, és közben burnolod a manát. Suri, suri Na jól van, hát uh, ez a Rise. Jobb vagy rosszabb, mint ami a játékban van? Há, másabb, inkább azt mondanám, de ez is kurva erősnek tűnik. Őszinte leszek, nekem már csak a kinézet miatt is jobban tetszik amúgy, Igen, hát ennek az Mind, a játékban jobb. van. Egy kicsit, egy kicsit uh, kontrollosabbnak tűnik, mint a lenmárkozás, bár mondjuk most már azért láttam eleget, hogy a lenmárkokkal is azért milyen kontrollt le lehet verni, hogyha elég jól tudod pörgetni. Nekem egy picit talán ez jobban tetszik, de megnézném játékban mennyire utána. Igen, nem, ha igen, jön. igen, igen, mondjuk játékban nagyon jó lenne, ha ezeket kipróbálhatnánk. Nagyon sajnálom, hogy ezeket nem lehet megtenni. De mindegy, nagyon szépen köszönjük, hogy elkészítettétek őket, és. Legközelebb jövünk a következővel. Így van, addig is kitartást, sziasztok. sziasztok.